A fiatalok többsége számára érthetetlen a mai pénzügyi világ, legalábbis ez a tapasztalata a City Szociális Egyesület szociológus elnökének. Domokos Tamás szerint nagy szükség van a diákok gazdasági ismereteinek bővítésére. Olyan kérdés körül van szó, olyan probléma körül van szó, amelyik nagyon kimarad az egész magyar társadalom oktatási rendszeréből, a felnőttek körében és a pénzügyi kultúra ugye nagyon alacsony szinten zajlik. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetője úgy véli, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztése mindannyiunk felelőssége. Varga Antal azt mondja, egyrészt ezért, másrészt pedig a fiatalok képzéséből levonható következtetések miatt hirdették meg a pályázatot. Még egyszer ebbe a csapdába ne essünk, hogy az ügynök magyarázza meg a kedves ügyfélnek, hogy neki mi a jó. Jobb, ha a saját maga el tudja dönteni, mert akkor kisebb a kockázat neki is, és a banknak is. A diákok és a pedagógusok számára háromnapos képzést szervez a City Szociális Egyesület. A program koordinátora azt mondja, az interaktív előadáson a résztvevők megismerkedhetnek például a legkisebb gazdasági közösséggel, a családdal és a különböző hitel lehetőségek buktatóival. A bankszámlavezetéstől a hiteltermékeken, befektetéseken, tőzsdén keresztül megpróbálunk mindent érinteni, majd a harmadik napon egy ilyen szerepjátékon keresztül megnézzük, hogy ők hogyan viselkednének mondjuk egy adott szituációban. A pályázat keretében a City Szociális Egyesület Székesfehérvár mellett Veszprémben és Oroszlányban is szervez tanfolyamot. A tréningeken nem csak diákok, hanem pedagógusok is részt vehetnek, így a kurzus módszertanát megismerve ők is továbbadhatják az itt megszerzett ismereteket.